Azt mondják, a feljutás után sok csapatnál még tart a lelkesedés, vissza lendület, de a második szezonban már nagyon nehéz hozni a formát. 7 győzelem, 8 döntetlen és 8 vereség, ha a számokat nézzük. Ez a 20 forduló utáni mérlege a PMFC labdarúgó csapatának második NB2-es szezonjában. Hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel teli időszak volt a 2021-es ősz, melynek során sérülés és betegség hullám tizedelte a pécsi gárdát. Úgy gondolom, a számok nem hazudnak. A számok tükrében úgy látom, hogy abszolút jellemző volt a jelen pillanatban elért helyezésünk, mert sok olyan problémával küzdöttünk, amit igazából nem tudtunk kellőképpen megoldani, és ennek tükrében reálisnak tartom azt a 10. helyet, amit jelen pillanatban a tabella mutat. Ez egy olyan élethelyzet, amivel más klubok is küzdködnek, ebben nem igazán szeretnék kapaszkodni, sérülés, betegség az hozzátartozik ezekhez a dolgokhoz. Inkább az elvégzett munka, a magunk mögött hagyott teljesítmény, ami úgy gondolom, hogy javítható, és javítanunk kell a jövővel kapcsolatosan. Jól haladnak az idősebb Dárdai Pál utánpótlás edzőközpont építési munkálatai. A tervek szerint 1-2 hónapon belül igénybe vehetik a sportolók a létesítményt. Hát igazából a végső fázisában van mind az épület, mind pedig a pályáknak a kivitelezése, illetve a 60x40-es fedett csarnok, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy előre lépést lesz majd az egész klub számára. Tehát a végső fázisban vagyunk. Én bízom benne és reménykedem, hogy az év elején, január-februárban teljes mértékben elkészül mind az épület, berendezéssel együtt, engedélyekkel együtt, illetve a két élőfüves pálya közül a második is elkészült, viszont ott még nem történt meg az átvétel átadás, illetve ugyanez vonatkozik a már említett fedett csarnokra is, amit nagyon-nagyon várunk, mert azt gondolom, hogy ha ez az első körben megvalósult fejlesztés igénybe tudjuk végre venni teljes mértékben, akkor azt gondolom, hogy egy minőségi változás lehet, és olyan körülmények között tudnak mind a kollégák, és legfőképpen a játékosok dolgozni, ami a mai világnak most már minden szinten megfelelő. Az ősz folyamán pályára léphettek a fiatal, tehetséges, utánpótláskorú játékosok is a felnőttek között. Ha azzal kezdeném, hogy szeretek fiatalokkal dolgozni, akkor nem mondok szerintem valótlan. Ettől függetlenül ez egy folyamat. Ez egy olyan folyamat, amivel türelmesen kell bánni, és a fiatalok beépítése az egy hosszú távú folyamat, amire a klubnak abszolút szüksége van, és a jövőképet, a jövő célokat ez szerint kell és kéne, hogy meghatározzuk, és ezt a folyamatot tartani, és nyilván azokat a lehetőségeket, amiket ők kapnak, azokat úgy felépíteni, hogy az gyümölcsözön is a jövővel kapcsolatosan. Ugye, hogy fontos lenne, hogy a fiatalok beintegrálása a csapatban ne kényszer szülje, tehát ne egy fiatal szabály, vagy ne ez a sérülés és betegség hullám, hanem egy bizonyos folyamat, ami által ők készen állnak arra, hogy a felnőtt futballba átlépjenek, és a jövővel kapcsolatosan ezt tartom fő szempontnak, hogy minél több játékost a helyiek közül beépíteni a csapatba, és hogy helyet követeljenek a fejlődéshez, ez elengedhetetlen. A PMFC január 3-án kezdi meg a felkészülést a tavaszi szezonra.